150 négyzetméteren, modern körülmények között, energetikailag fenntartható egészségházban várják ezentúl őrben a háziorvosi praxis és a védőnői szolgálat pácienseit. Az épület saját forrásból és topos támogatásból készült, mellyel a korábbi, sokkal kisebb és mára már elavult rendelőt váltották ki. A területi operatív programból 60 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaptunk, és ugye 16 millió forint saját erőt kell biztosítanunk ehhez az épület építmény megvalósításához, melyre még remény van, hogy 7 millió 40 ezer forint kiegészítő támogatást kapunk. Ennek ez a feltétele, hogy az egy négyzetméter eső fajlagos költség a 152 ezer forintot ne haladja meg, de számításaink szerint nem fogja, elnök úr is biztatott, hogy ezt a 7 millió kiegészítő támogatást megkapjuk. A különbözetet pedig hál' Istennek jó gazdálkodva tudjuk biztosítani. Országosan megközelítőleg 380 betöltetlen praxis van, melyből a megye 5-ös számú választókörzetében található 8-10, mondta el az ünnepélyes átadón Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője. Hozzátette, ezeknek egy részét helyettesítésekkel próbálják pótolni, de a Magyar Falu program keretén belül akár az orvosok szolgálati lakását is megépíthetik a kis települések. Van még sajnos betöltetlen praxis is, erre egy új programot tudunk ajánlani a Magyar Falu program keretében. Előnyt élveznek azok a praxisok, ahol nincs betöltve egészségügyi ház, de az orvosoknak a szolgálati lakását is tudja pályázni az önkormányzat. 18 olyan intézkedés fog megjelenni a közeljövőben, ami a Magyar Falu, a magyar vidék életképességét, megtartó erejét próbálja megerősíteni. A megyében számos helyen folyik még egészségház építése, hiszen a kis településeken az egyik legnagyobb probléma a háziorvosi praxisok betöltetlensége, hangzott el az átadó ünnepségen. Sesták Oszkár azt mondta, a Magyar Falu program a vidék megtartó erejét növeli. Úgy tudunk segíteni ezeken a problémákon, hogy ez hasonló jó minőségű, a 21. század követelményének megfelelő egészségházokat valósítanak meg az önkormányzat toposok és más pályázatok segítségével, illetve a Magyar Falu programban van egy új pályázati lehetőség, ami korszerű orvosi lakások felépítését tűzi ki célul, hogy minél több fiatal háziorvos kezdhesse meg a praxis olyan körülmények között, ami vonzó számokra egy városi létet tud biztosítani. Tehát erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a orvosi lakások építésével is majd megfelelően pályázzanak az önkormányzatok, és ezzel meggyőződésem szerint, hogy középtávon lehet javítani ezen a problémán. Sesták Oszkár hozzátette, az elmúlt időszakban közel 500 topos pályázatot valósítottak meg a megyében, melyek között több egészségház is felépült, ezekkel pedig olykor több évtizedes hiányosságokat pótoltak.